A 60-as évek végétől a kemény valuta is megjelent néhány magyar TSZ életében. 1968-ban ünnepélyes külsőségek között rendeztek Csikó árverést, a korszak presztízs beruházásai közé tartozó bábolnai állami gazdaságban, a nyugat-európai vendégek számára. Ausztriából, Csehszlovákiából, Nyugat-Németországból érkeztek szakemberek, vásárlók és érdeklődők, és eljöttek Svédországból is. 31 1967-es születésű Csikó kerül árverésre, hogy külföldön is hirdesse a hagyományosan híres magyar lótenyésztés legújabb eredményeit. Forrósodik a hangulat, amikor az Imperial, Imi és Nostradamus származékok kerülnek aukcióra. $500 zum ersten, $3400 zum zweiten, zum dritten. És az új gazda, a svéd Budi úr, joggal büszke legújabb bábolnai szerzeményére. Mutassuk meg a külhonfiaknak a prosperitit. Ki mint vett, úgy arat. Hullámzó a búz a tenger, ringva hajlik itt a szár. Ésszel él itt minden ember, tudja pál, hogy mit kacál. Gyalog mentén itt az apjuk, tucat autót tülkölni. Ezzel oszták ábráztatjuk, azt a fránya a külföldit. Annyi külföldi jött, olyan jól vett, ami pénzbeli számításunk, hogy bérmunkával végeztetjük boldog aratásunk. Bönti vasárnap. Dalolni, táncolni nem szabad. De az ifjúság áradó ereje már 100 évvel ezelőtt is áttörte a kedvetszegő, érdelmetlen gátakat. Dalolni, táncolni nem volt szabad. Hát hintázni csalogatták a legények a lányokat a kutya köszörűre. Untutkodnak, tréfálkoznak, s közben kiszemelik a párjaikat. Szabódnak a lányok, talán fel sem ülnek. De felám a kitartó a bíztatás. Így járt túl a fiatalság a gyászos fegyelmet prédikáló keszén. A bőti hetek hagyományos lányos estéjén beköszöntenek kiszemelt párjukhoz. Itt először vendégeskednek. Nagy lány lett az Ica, már kelengyét is hímez. Marasztalja a vendégeket, de azokat más házaknál is várják. Egyikük biztosan visszatér. Hogy a legényt melyik lány kísérje ki, azon nem lehet vitatkozni.